Szevasztok! Széltoló vagyok a Lootmasters-tól, ez pedig itt a World of Warships. Hát erre is elvettem magam, hogy érdemben foglalkozzak egy csatahajós játékkal, és mint azt a háttérképből is láthatjátok, a német hajókat fogjuk erőltetni, ha kell, ha nem. Úgyhogy lényegileg ennek a kampánynak, ami most kezdetét veszi, az is lehetne az alcíme, hogy Road to Grosser Kurfürst, bocsánat, szóval Road to Grosser Kurfürst, a cél tehát nem más, mint a T-10-es német csatahajó, a Kurfürst. Tehát Tech Tree-ben gondolom mindenki, aki ezt a videót nézi, pontosan tudja, hogy itt van a GQ, Grosser Kurfürst, Kurfürst, attól függ, hogy melyik német nyelvet használjuk, melyik tájszólást és a többit. Az unalmasját már megcsináltam, tehát eljutottam lényegileg a Kaiserig, tehát a T4-es német csatahajóig. Úgyhogy az igazi grind az innen jön, a König, Bayern, Gneisenau, Bismarck, Friedrich der Grosse és a Grosser Kurfürst. Nem lesz egy gyors menet, tehát azzal az egyen legyünk tisztában. Időbe fog telni, hogy ezzel eljussunk oda, ahova el szeretnénk érkezni. Azok alapján, amiket eddig YouTube-on néztem, mindenki el van keveredve a japán-orosz csatahajókkal, britekkel, mit tudom én. A német csatahajó vonalat mindenki érzéseim szerint egy kicsit lenézi, mert lényegileg semmi másra nem jók, mint secondary build-el belemenni a közepébe és osztani, ahogy a csövön kifér a jóságot. Hát mivel az én célzásom az amúgy is megegyezik körülbelül a félszemű döglött lóéval, így én nekem ez tökéletesen jó, hogy belevisszük a közepibe és csak csapassuk, ahogy a csövön kifér. Lényegileg ugyanezt a technikát alkalmazom már itt a Kaisernél is. Berassolok, oszt, ami lesz. Ha a csapatom jó, akkor támogat, ha a csapatom nem jó, akkor bukjuk. Technikailag ennyi. Úgyhogy talán akkor nézzük is, hogy miből élünk. Tehát ő a mi kis Kaiserunk. Equipment terén a standard cuccok, tehát én ezt a lamellát ki nem fejlesztem, hogy 57.000 lóerős legyen a jószág, mit nyerek 0,7 csomót, sajnálom bele, hogy őszinte legyek. Sajnálom bele a 900 experience-t, tudom, hogy egy meccsen belül be lehet szerezni, de inkább gyűjtöm a 13.000-et és csapatom tovább, ahogy a csövön kifér. Free XP-t még nem igazán akarok használni, lássátok, még teljesen a játék legelején vagyok. Upgrade-eket se nagyon akarok még használni, ezeken úgyis csak köröztül kell esni, mint öregasszonynak a kis sámlőn. És az esetben, ha esetleg ki is fektetnek, ahogy az elég gyakran elő szokott fordulni, akkor a játék ajándékozott nekem itt egy T2-es amerikai kis Smith rombolót. Azzal el szoktam kuricálni ott a nagyok között az ilyen köztes meccsekben, gyűjteni egy kis pénzt, farmolni egy kis free XP-t, az soha nem árt. És amúgy is a nagy lomha csatahajók után egy kicsi rombolóban, mintha nem is ugyanazt a játékot játszanám, mint amúgy. Exteriorban, hát nyilvánvalóan igen, még sehol nem tartok. Se kamuflás, se szignálok szintjén, tehát a minimumjának a minimumja, de erről bővebben talán itt a profilban tudok beszámolni.
Tehát ha megnézzük a summáriumot, akkor lehet látni, hogy mondjuk a co-op battle-ok nem igazán érdekesek. Nézzük a random battle-ket. Azt mondja 50%-os win rate. Meg lehet állapítani, hogy mi a helyzet, csak németekkel játszunk, 2-3-4 tírekben. Öt győzelem, öt vereség, hatot sikeresen túl is éltük, 52%-os találati esély. Úgy, mit mondjak. Volt már egy, mi a nevém, volt már meccsem, ahol hatot kifektettem. Szóval szó ne érje a ház elejét. Azért összekotortam én itt már pár High Calibert, meg Krakent, meg Devastatinget, meg Confederated is, meg minden vackot. Úgyhogy azért low tierben széltoló mészárolt ittottam ott. De hát most itt már T4-be, és aztán meg még fölfelé egyre nehezebb lesz az ember dolga. De talán ne is járassuk a szánkat. Rápippantunk egy XP, ez mit is ad? Commander XP-t. Hát, de rápippantunk egy ilyent, meg egy ilyent. Te mit adsz itt nekünk? 330.000 Commander XP-t, jó van. Ez a secondary, ha jól emlékszek? Nem. Maximum speed. HP recovery. Detonation. Secondary battery, ez kell. Utóvégre németek vagyunk, szekondarival is ölünk. És akkor menjünk bele egy random battle-ba, hogy úgy elkenjék a szánkat, ahogy az a nagykönyvben megvan. Mivel európai szerveren játszok, és máma szeptember 1-e van, tehát máma indult az iskola, nincsen olyan irgalmatlan nagy nyüzsgés a szervereken, ezért még a random ütközetekben is jócskán-jócskán töltenie kell a gépnek és a rendszernek a rostered botokkal. De hát, no, tök mindegy is. Igen, várakozunk, rengeteg a battleship. Sokan szeretnek csatahajókkal játszani. Amit valójában nem is bánok. De mindenképpen jobb szeretek azok ellen harcolni, mint a rombolók ellen. Oda jön megtorpedóz, azt mentem a víz alá. Amikor teljes mértékben reménytelen a helyzet, akkor fogja, nem is számol a gép, hanem automatikusan az első szembe jövő ellenféle bedob egy ilyen botok által föltöltött ütközetbe. Osztál jó cakát, találjátok föl magatokat. Hát úgy nézem, hogy most is valami hasonló fog történni, mert hogy ebből egy komplet rostert nem fog kihozni, az tuti. Ha már idestóval lassan 2 perce szerencsétlenkedünk a matchmakinggel. De sok destroyer lett hirtelenjében. Legjobbak a cirkálók ellen menni. Azokat könnyű lecitadellázni, aztán csókolomban. De hát pont ezokból kifolyólag az Úr Isteni nem tud kapni belőlük egy köteggel.
Azt mondja, nem lehet hosszabb, mint 3 perc, hát ezt 10 másodperc múlva megtudjuk. Hú. És pont elébe verte, 2 perc 58-a. Na, nézzük, mit kapunk a búránkra belénk, nekünk, magunknak, hozzánk. Amint a játék megkegyelmez szegény fejünknek, és úgy dönt, hogy betöltődik. Nézzük. Azt mondja, hogy egyedül vagyok. És az ellenfélnél nincs egy élő. Nincs egyetlen egy élő lélek se. Szóval akkor standard battle-t játszunk, technikailag full co-op modban. World of Warships, én így szeretlek. Action stations. Szóval az XP az jönni fog mindenképp. Élő ellenfelektől nem nagyon kell tartanunk. Sőt, semennyire nem kell tartanunk. Még egyszer azért megnézem, mert nem tudom elhinni. Hát mindegyik kettős pontos bizony. Ha csak valaki nem annyira művész, hogy leimitálja, de nem. Nem szokás. Úgy látszik, hogy full bot komplex ellen megyünk. Na most a botoknak van ugyebár egy olyan rossz szokás, hogy azok mennek egyenesen, mint az őrültek, és technikailag semmi más nem csinálnak, csak törnek be a mi kepünkre. Ezt kihasználhatjuk a saját előnyeinkre. Tegyük hozzá, hogy én ehhez a játékhoz atomban hülye vagyok. Régen próbáltam World of Tanks-ezni, hát az én nekem rohadt mód túl hektikus volt, túl gyors volt egyszerűen, kapkodni kellett erre, arra, amarra. Sőt, még itt is a romboló játékban néha egyszerűen elvesztem magamat. Egyszerűen nem tudok elég okos, ügyes lenni, ezért is játszok ezekkel a nagy lomha dögökkel. Nézzünk körbe, AP van betöltve, AP-vel nem lövünk, rombolóra. AP-vel minden másra lövünk, de rombolóra nem. Megengedjük itt a fürgébb egységeinknek, hogy egy kicsit mészárszékét rendezzenek. Letakarítsák itt nekünk egy kicsit a bordot, ameddig mi odaérünk. És amikor mi odaérünk, akkor elkezdjük az osztást. A terv az, hogy délről egy ilyen félkörében valahogy rázúgunk az ellenfélnek a fordulsz, mi? Mocsok vagy, geci vagy. Látatlanba. Overpen. Igen, itt vigyázni kell, mert hirtelennyiben rengeteg lett a... a torpedó, amiknek nem örülünk Vincent. Nagyon jó.
Nassau. Enemy cruiser sunk. Ez az, kaptak szikadjalat. Mássatok, például az előbb azt a cruisert másodlagos fegyverzettel pakoltuk el. Küttük világgá. A jó öreg másodlagos fegyverzettel. Várunk egy kicsit a szögre és hadd menjen. Van töltve, nem elfelejteni. Nagy vonalakban beállítjuk az ágyuk irányát érdő lőszögét. És végrehajtsuk a tervet, magyarul bemegyünk az ellenfél kepjére. Jó, jön a Caledon. Elvileg a Caledont minden további nélkül el kellene, hogy tudjam lőni a víz alá. Pont így. You destroyed an enemy cruiser. Hol vagytok? Hol vagytok? Hadd lássalak titeket. Visszaveszünk a sebességből. Másodlagosok is hozzák a dolgokat. Elvileg 4,5 km a másodlagosomnak a lőtáva, úgyhogy mindjárt ki is ér belőle. További overpenek. Nem tudok mit tenni ez ügyben. Ketten ott állnak egy helyben és lövik egymást, mint a hülyék. Jó, Confederate megvan. Annak kimondottan örülünk. Nem megyünk ki a szigetnek, ugye? Okos gyerek a széltoló, nem menjen ki a szigetnek. Hanem... Hogy te jössz közel, mi?
Szóval a Miyagi jön ránk, és a Bellerophon megy el. Ahogy elnézem, igen. És egyik se engem céloz, hát ez... Tiszta élvezeti faktor, ilyen szempontból. Szép találat. Elkezdek kicsit rászögelni a másik oldalból, hogy amikor elhaladunk egymás mellett, magyarán amikor sorhajósat fogunk játszani, akkor ne... Elnézést, megnyertük a meccset. Ezek a pontok, ezek mindig az idegeimre mennek. Na de hát, jó. Mit fogtunk? Két close quarters, fogtunk egy confederate-et, 6 enemy ship, de még 20%, oké, okay, nagyszerű. 3-at süppesztettünk, lőtünk egy citát, 8 tűz a szekondarikkal, 99 szekondari találat, hát ez alapjáraton. Ma mindjárt megnézzük, hogy ez hogy is működik. 42 találatunk volt, abból 15 overpen, 23 penetration, 1 beakadt és 3 ricochet. Nem olyan rossz, nem olyan rossz. Nézzük csapatügyileg. Igen, 3 süppesztéssel. Hát igen, mivel top tier-es voltam, ugyebár. Mivel top tier-es voltam, a Miyagi azért még életben maradt. És a Bellerophon. Na jó, semmi probléma. 821 XP, abszolút oké. Mit fogtunk? Igen, a szokásosat. First Blood. Nem is igazán értem, hogy miért nincsen, de nincsen, mindegy. Talán azért, mert mindenki más gép volt. Nézzük a részlegeset. Nézzük a szekondariainkat. Azt mondja, hogy 492-t lőttünk, abból 99 találat volt. És 18 000, tehát mondjuk rá 19 000 sebzés. A 80 000 sebzésemből, amit okoztam, 19 000-et a másodlagosok okoztak, illetve 5 000 tüzet még, de azt is mind a másodlagosok okozták, mivel végig csak AP-vel lőtem. A potenciális damage 387 000, oké. Okay. Föltételezem, hogy a másodlagosaim, vagy lehet, hogy én is eltaláltam valakit a miénk közül, teljes mértékben mellékes. Nézzük, hogy pénzügyileg, hogy állunk és tapasztalatpontügyileg. Azt mondja, begyűjtöttünk 2700 XP-t a prémium indokán, 136 szabad XP-vel és 3384 commander XP-t a 105 000 pénzen túl. Hát mit mondjak, ez nem volt így egy rossz menet, ami azt illeti. Lépjünk is vissza a partra. Equipmentben hogy is állunk? Mennyi is kell még? Kell még 2200. Jó. Rendben, azt a 2200-ot már majd meg fogjuk szerezni. Jó, rendben is van, akkor fiúk, lányok és egyéb váltó nemű lootmasters követők. Tehát akkor lényegileg ennyi volt a Road to Kurfürst első állomása. Innentől indulunk meg, és irány a T-10-es német csatahajó. Hogy ez mennyi idő alatt lesz meg, hát én azt így előre meg nem tudom mondani. Lényeg, ami lényeg, ez lenne az egyik főbb sorozat, amivel kitöltsük az időt a Spectre of Communism megjelenése előtt. Az a Stanley Games állítása szerint valahol a negyedik negyedében várható. Föltételezem, hogy fogunk róla kapni időben értesítést. Kint lesz Steamen, e-mailben, stb. Föl vagyok iratkozva mindenféle hírleveleikre. De addig is csapassuk a német hajókkal irány a T-10-es Große Kurfürst. Rendben van, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű lootmasters követők, akkor ennyi voltunk mára.
Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na szevasztok!